Jó hírünk van, remélem, hogy ebben egyre inkább megerősödünk az elmúlt hetek során, még akkor is, hogyha sokszor félelmetes, nyomasztó vagy nehéz kérdésekről olvasunk és hallgatjuk az igét, de minden közben megerősödhetünk abban, hogy rendkívül jó, hogy mi ismerjük azt a jó hírt, ami megmenti a világot, és ami megmentette korábban már a mi életünket is. Hát ezt a jó hírt olvassuk most tovább, a Jelenések könyve 14. fejezetéből, az első verstől a rész végéig. Így hangzik az élő Isten szava. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását és mint hatalmas mennydörgés hangját. És a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ők azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, akik követik a bárányt, ahova csak megy, akik áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak szánt zsengeként, és szájukban nem találtatott hazugság. Ők fedhetetlenek. És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen. Az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És hatalmas hangon így szólt: féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Egy második angyal követte őt, aki így szólt: elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. És láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az emberfiához hasonló. A fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: erezd neki a sarlódat, és aras! Itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön. A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learatták a földet. Egy másik angyal is kijött a mennyei templomból, akinél szintén éles sarló volt. Egy másik angyal is kijött az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt: erezd neki éles sarlódat, és szüreteld le a föld szőlőjének fürtjeit, mert megértek a szőlőszemek. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Megtaposták a borsajtót a városon kívül, és a borsajtóból vér ömlött ki 1600 futamnyira,
és a lovak zablájáig ért. Imádkozzunk. Atyánk, szükségünk van a te mennyei kijelentésedre. Szükségünk van arra, hogy megértsük, hogy mi vesz körül bennünket, hogy megértsük, hogy mi van a te szíveden, hogy mennyire szereted az embert, és hogy mennyire elhatározott vagy abban, hogy újját teremtsd ezt a bukott és tönkrement világot. Urunk, szeretnénk úgy érezni, ahogy te érzel, szeretnénk úgy gondolkodni, ahogy te gondolkodsz, szeretnénk bűn, ítélet és igazság kérdésében tisztán látni. Kérünk, ajándékozz meg minket ezzel a tisztánlátással a mennyből. Ámen. Foglaljunk helyet. Kicsi korunktól kezdve hallgatjuk a meséket, a népmeséket, amelyeknek visszatérő motívuma, hogy a jó elnyeri méltó jutalmát, a gonosz pedig, micsodát, méltó büntetését, tudok olvasni a szátokról is, és pont ezt mondtátok, hogy méltó büntetését. A jó elnyeri méltó jutalmát, a gonosz pedig elnyeri méltó büntetését. És ilyen pici korunktól kezdve hallgatjuk, hogy igazságról, bűnről és ítéletről így kell gondolkodnunk, hogy a jók jutalmat fognak kapni, a gonoszok pedig elnyerik a nem akármilyen büntetésüket, hanem a méltó büntetésüket. Tehát a jónak van jutalma, a gonosznak pedig van büntetése. Ilyen pici korunktól kezdve, és ott van a szívünk mélyén, a zsigereinkben van az a tudás, hogy a jó az nem büntetést fog kapni, hanem jutalmat, a gonosz pedig nem jutalmat fog kapni, hanem elnyeri azt, ami a gonoszságának az eredménye, a méltó büntetést. Na, hogy van ezek után az, hogy amikor elkezdesz beszélgetni valakivel jóról, rosszról, gonoszról, jutalomról, büntetésről, akkor valahogy az emberekben nem ez jön föl. Hogy hát persze, hát megtanultuk kicsi korunktól kezdve, hogy a jót megjutalmazzák, a gonoszt megbüntetik. Hát az a világ, ami körbevesz bennünket, az minden erejével igyekszik relativizálni azt, hogy mit jelent a jó, és relativizálni azt, hogy mit jelent a rossz. Így aztán a jóról sem olyan könnyű megmondani már, hogy mi az igazán jó, arról pedig, hogy mi a rossz, hogy mi a gonosz, hát ember legyen a talpán, aki Isten nélkül ma el tudná dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert fenekestől forgatják fel körülöttünk Isten teremtett világának az értékrendjét. És különösen, hogyha egy baráti beszélgetésben már odáig jut a kapcsolat, és a kapcsolatból fakadó beszélgetés, hogy hát el tudod mondani, hogy tudod, Isten máshogy gondolkodik jóról és rosszról, mint ahogy te, és mint ahogy a minket körülvevő világ. És amikor elkezdik az emberek magyarázni, hogy hát én tulajdonképpen jó vagyok, mert nem lopok, nem csalok, nem hazudok, és nem öltem embert. Általában ezt a sorozatot mondják végig az emberek, megtorpedóznak bennünket, és úgy gondolják, hogy akkor így már rendben vagyunk. De amikor elkezdett tovább mondani, hogy ez nagyszerű, és nagyon örülök, hogy egy ilyen kiváló, nagyszerű emberrel ülhetek együtt, és te lehetsz a kollégám, te lehetsz a barátom, te lehetsz a szomszédom, csak tudod, Isten máshogy gondolkodik jóról és gonoszról. Mert a jó mércéje az ő maga, a tökéletes, és ami mindettől akár egy hajszányival is elmarad, az rossz, az gonosz. És hogyha valaki nem vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, akkor az a gonoszság megtestesülése. Na, ezek a nehéz beszélgetések. Ez az, ahol az emberek elkezdenek feszengeni, ahol kezdik kellemetlenül érezni magukat, és azt mondják, hogy hát éreztem, hogy te vallásos vagy, de hogy fanatikus vagy, azt nem gondoltam volna.
hogy bigott vagy, azt nem gondoltam volna. Ma hogy lehet így gondolkodni egy ilyen nyitott világban, egy nyílt társadalomban? Hogy? Óriási nagy szükségünk van tehát arra, hogy értsük, hogy mit jelent a jogos jutalom, és mit jelent a méltó büntetés. És a Jelenések könyve 14. fejezete ezt tárja elénk. Csodálatos képekben, gyönyörű, hatalmas ecsetvonásokkal rajzol számunkra az Úr, azért, hogy megértsük, hogy hogyan gondolkodik ő jóról és gonoszról. 6 kérdéskörről szeretnék beszélni nektek, de ez nem azt jelenti, hogy kétszer olyan hosszú lesz az istentisztelet, mint amikor 3 pont szokott lenni. De 6 olyan fontos témakör van, amit érint ez a fejezet, és amit muszáj végig beszélgetnünk. Az első ilyen kérdéskör, hogy mit jelent az, hogy Jézussal együtt a 144 000 megváltott új éneket énekel Isten trónja előtt. Olvassuk akkor még egyszer. Jelenések 14:3. És új éneket énekelnek a trónon ülő előtt, a trón előtt, a 4 élőlény és a vének előtt. És senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. És rögtön olvassuk is hozzá a Jelenések könyve 5. fejezet 8-9. versét. Erről korábban már olvastunk, és korábban is volt egy csoport, aki Isten trónjánál új éneket énekel, de ez egy másik csoport volt, ezt fogjuk majd összehasonlítani. Nézzük tehát. Tehát Jelenések 5-8-9. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, és új éneket énekeltek. Emlékeztek, amikor a gyülekezetekhez írt mennyei üzenetek után megjelent a mennyben a bárány. Akkor leborulnak a legnagyobb mennyei hatalmasságok, és új éneket kezdtek énekelni. És akkor arról beszéltem, hogy az az új ének, amit ők énekelnek, az egy új korszaknak a nyitánya. Amikor a tökéletes mennyei lények olyan éneket énekelnek, amit addig még a mennyben nem lehetett hallani, ez egy új korszaknak a nyitányát jelezte. Ezzel szemben mit énekel ez a bizonyos 144 000? A Jézus mellett megjelenő 144 000 megváltottról korábban Ruben beszélt az ige hirdetésében, és ott tisztáztuk, hogy ez nem egy szűk csoport, ez nem egy exakt szám, ez a 144 000, hanem a 12-es számnak a szorzata, 12 Izrael törzseinek a száma, és a 144 000, ez a 12x12 000, amivel igyekszik illusztrálni a Biblia, hogy itt van mindenki, aki az új Izrael megváltottjai közé tartozik. Mindenki itt van, az összes megváltott. A megváltottak tehát új éneket énekelnek Isten trónja előtt. Na most, hogyha a mennyei hatalmasságoknak az éneke az az új korszak nyitányát jelezte, akkor mit jelent itt a megváltottaknak az új éneke? Ráadásul azt olvassuk, hogy ezt az éneket senki sem tudta megtanulni a mennyei lények közül. Emellett időzzünk el egy kicsit, ízlelgessük ezt, mert ez nem akármi. Ott vannak a tökéletes mennyei lények. A mi mostani léthelyzetünkhöz képest kategóriákkal kiemelkedően nagyobbak és hatalmasabbak. És amikor a megváltásunkat követően ott leszünk velük együtt a mennyben, akkor olyan éneket tudunk énekelni, amit ezek a mennyei lények nem tudnak megtanulni. Hát egy kicsit nagy az emelkedés, amiben részünk lesz. De hogy nem tudják megtanulni? Milyen ének az, amit nem lehet megtanulni? Majd a istentisztelet után kérdezzétek meg Istvánt. Van-e olyan ének, amit nem lehet megtanulni? Azért nem tudják megtanulni a leghatalmasabb mennyei lények sem a megváltottak énekét, mert a megváltottak éneke
arról a húsba vágó tapasztalatról szól, hogy mi, ti meg én tudjuk, hogy mit jelent bűnbe esetként a bűnnel terhelt világon élni és halni, és mi tudjuk egyedül az egész teremtett világegyetemben, egyedül a bukott és megváltott ember tudja, hogy mit jelent úgy szeretni a názáreti Jézust, hogy az életét adta értem. És ebben a minőségünkben nézzétek meg Isten szívét, felfoghatatlan ez a szeretet, ez a gondoskodás, ez az emelés, hogy mindig és mindig emelni akar bennünket. Mi vagyunk a bukottak, mi vagyunk a bűnösek. Értünk kellett Jézusnak meghalnia, és mégis, amikor magához emel a mennybe, akkor olyan magasra emel, hogy az a tapasztalás, az a tudás, hogy tudom, hogy mit jelent Isten nélkül élni. De tudom, hogy mit jelent Jézus vérében megváltottnak lenni. Hogy ez mindennél magasabbra emel bennünket. A Zsoltárok 42.4-ben olvasunk arról, hogy mit jelent emberként új éneket énekelni. Nézzük ezt. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Az ember akkor kezd új éneket énekelni, amikor új megtapasztalásai lesznek Istenről. Amikor átéled azt a kilátástalan helyzetet, hogy ott vagyok a sáros fertőben, ott vagyok az iszabban, úgy érzem, hogy ennyi, és elmerülök, és megfulladok. És ismeritek ezeket a helyzeteket. A kilátástalan, kétségbeejtő helyzeteket, amikor azt mondod az utolsó leheleteddel az Úrnak, hogy na most segíts, és utána elmerülsz. És ezekben a helyzetekben azt mondja az Úr, hogy gyere, várva vártam az Urat, amikor már teljesen kétségbe estem, és elmerültem. És ő lehajolt hozzám, mert meghallotta a kiáltásomat, és kiemelt a pöcegödörből. És kiemel a sáros fertőből, kiemel az iszabból, a pusztulás verméből, sziklára állítja lábaimat, és biztossá teszi a lépteimet. Micsoda változás ez! Na és ezek a megtapasztalások azok, amelyek úgy hatnak ránk, hogy onnantól kezdve máshogy ismerjük az Urat. Ismerjük őt úgy, mint aki eljön és szabadít. És amiért ma reggel imádkoztunk egymásért, az pontosan erről szólt. Hogy Istennél mindig van több. Hogy Isten most is fel akar emelni. Hogy most is akar valami olyat mutatni magából, amit eddig még nem tudtál, vagy nem értettél. Vagy lehet, hogy hallgatod 1, 2, 5, 10, 40 éve, de most fogod megérteni. Mert Isten van annyira türelmes, hogy azt mondja, hogy jól van, most jutsz el idáig. Mert a gyümölcstermésnek megvan az időszaka. Így van? Ezekből származnak az új énekek. Azokból a megtapasztalásokból, amikor máshogy ismered meg az Urat, mint ahogy addig ismerted őt. És onnantól kezdve nem esel vissza, mert mindig tudod, hogy igen, én már jártam ott, már voltam ott. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet kísértésed, vagy nem azt jelenti, hogy nem érhet majd hasonló helyzet, sőt. De abban a hasonló helyzetben, pont múltkor, ahogy beszélgettünk, Ernő emlékeztetett egy dologra, és azt mondta, hogy tudod, erre azt szokta mondani az én pásztorom, hogy itt már jártunk. Mondom, milyen igazad van? Tényleg. Mert szoktam ezt mondani nektek, hogy itt már jártunk, erről már van tapasztalásunk. Ettől nem kell megijednünk. Tudjuk, hogy hogy kell jelen lenni egy ilyen helyzetben. És itt származnak, az ilyen helyzetekből származnak az új énekek. És ezt a legnagyobb angyali hatalmasságok sem tudják megtanulni. És tudjátok miért? Azért, mert nézik a megváltásnak a művét,
a tökéletes, mindent látó szemükkel. Ugye itt olyan lények vannak, akiket úgy jellemez János, mint akiket kívül és belül mindenhol szemek takartak be. Ez azt jelenti, hogy mindent látnak. Nem tudsz a hátuk mögé kerülni. Mindenhol ott vannak, mindent látnak, és legfőképpen Istent látják folyamatosan szünet nélkül. Hogy nem tud egy ilyen lény egy éneket megtanulni, amit egy ember énekel? Hát úgy, hogy nézik a megváltásnak a művét ezekkel a mindent látó szemeikkel, és nincsen róla tapasztalásuk, mert soha nem kellett egy másodpercet sem kibírniuk itt a földön. Nekünk meg még soha nem adatott meg egy másodpercre sem, hogy a tökéletességet átéljük. De el fog jönni az idő. De azért abba bele tudunk gondolni a boldog pillanatainkban, hogy na ilyen lehet a tökéletesség. És amennyire mi bele tudunk gondolni abba, hogy milyen lehet a tökéletesség, na ők meg abba tudnak úgymond csak belegondolni, hogy milyen lehet bűnösnek lenni. És biztos vagyok benne, hogy egy porcikájuk sem kívánja a bűnt. Mert félreértés ne essék, ezek azok a lények, akik megharcolták a maguk harcát a sátánnal és a bukott angyalokkal. Ők azok, akik már tisztában vannak azzal, hogy Isten ellen lázadni, az nem, hogy nem érdemes, hanem a égbe kiáltó, félelmetesen nagy ostobaság. Szóval nem tudják megtanulni ezt az éneket, mert nincsen tapasztalásuk arról, hogy mit jelent bűnösnek lenni. De nekünk van. És szeretném, hogyha a mai délelőttön közel engednéd magadhoz, a szívedhez azt az igazságot, hogy az a mondat, hogy én egy bűnös vagyok, ez így nem teljesen igaz. Mert a mondat úgy hangzik a valóságban, hogy én egy megváltott bűnös vagyok. És óriási a különbség a kettő között. Ez így nem igaz, hogy én egy nyomorult bűnös vagyok. Nem. Én egy nyomorult és megváltott bűnös vagyok, aki ismerem a megváltásnak az igazságát. Aki pontosan tudom, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Ezt szemlélem egy életen át, és akkor sem fér a fejembe, de mégis valahogy értem és tudom, hogy ez értem történt. És nézzétek meg 1 Péter 1:10-12-ben, ezt mondja Péter erről a dilemmáról. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, amibe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Amibe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Az angyalok próbálják valahogy értelmezni, hogy mit csinál értünk az Úr. És azt mondják, hogy te tudod, Uram, te tudod, hogy mennyit ér ez az ember. Te tudod, hogy mennyit ér ez a pafkó Tomi. Te látod a gondolatait, te látod a cselekedeteit, te pontosan tudod, hogyan viselkedik a feleségével, pontosan tudod, hogy mit csinál a gyerekeivel. Komolyan megéri. Úgy egy-egy ilyen angyali nagy tanácsban. Képzeljétek el, hogy végigvesznek bennünket. Hát én pontosan tudom a tegnapi napomból, hogy mire nem vagyok büszke. Nem kell olyan sokáig kutatnom a napjaim között, hogy hol van egy olyan dolog, vajon elbeszélgetnének a mennyben. Nem kell sokáig kutatni, ott van tegnap, de lehet, hogy ma reggel is. És a mennyben azt mondják az angyalok, firtatják ezek a világhatalmú lények, hogy Uram, tényleg, István, Laci, Marika, Móni, István, Tibi, Győző, de bárkit mondhatnék, tényleg ér ennyit? Persze most már túl vagyunk ezen, tehát ez csak egy gondolatkísérlet, mert ezek a beszélgetések a mennyben rendre úgy végződtek, hogy azt mondja az Úr egy ilyen nagyon meleg mosollyal a tekintetében, és azt mondja, hogy
Gyerekek, többet érnek, mint gondolnátok. Többet érnek. Csak várjátok ki azt a napot, amikor idejönnek, amikor hazajönnek, és hogyha leülhetsz majd beszélgetni Évivel, Erzsikével, Magdikával, Anikóval, amikor majd leülhetsz velük beszélgetni, és meglátod, hogy milyenek ők a bűn nélkül, na akkor majd értitek, hogy megéri. Akkor majd érteni fogjátok. És biztos vagyok benne, hogy az angyalok is vágynak már arra, hogy találkozzanak velünk, hogy ezek a hiperformátumú lények vágynak a velünk való találkozásra. Ezért. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, amiben angyalok vágyakoznak beletekinteni. Fantasztikus. Úgyhogy ott fogunk állni az Úr trónja előtt, és amikor a 4 vén és a 24 élő lény megnyitja az új énekével az új korszakot, mi pedig elénekeljük a megváltásnak az énekét, ugye? Harsogjuk a megváltás dalát, és a mennyben mindenki ott fog könnyezni. Akkora sírás lesz, ajjé. És miután kizokogtuk magunkat, és valahogy elmagyaráztuk az angyaloknak, hogy figyeljetek, fiúk, olyan volt a földön, hogy jobb arról nem is beszélni. És azután odajön Jézus, és letöröl minden könnyet a szemünkről, és azt mondja, hogy na gyertek, akkor kezdjünk valami újat. Addig pedig dolog van, és erről szól a következő két ige, a 6.-7. vers. És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen. Az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak. Minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek, és hatalmas hangon így szólt. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az örök evangéliumot nem biztos, hogy így foglalnád össze. Hogyha most megkérdezném tőled, hogy mi az evangélium, akkor sanszos, hogy nem ezt mondtad volna első körben, hogy hát megvan írva az igében. Az evangélium az, hogy féljétek az Istent, és imádjátok őt. Mert ha nem, pedig látjátok, az örök evangélium az ez. Csak az evangéliumot az elmúlt időszakban borzasztóan leegyszerűsítettük. Méltatlanul leegyszerűsítettük egy olyan félmondatra, hogy Isten szeret. Ez igaz. De amennyire nem igaz önmagában az, hogy én egy nyomorult bűnös vagyok, ugyanannyira nem igaz önmagában ez a mondat, hogy az Isten szeret. Mit kezdjenek az emberek ezzel a gondolattal? Köszi. Én meg jól el vagyok így magamban is. Isten szeret, és megváltott téged, és kiemelt a pusztulás verméből, tehát én nem voltam semmilyen veremben, én szikla szilárdan állok a két lábamon, én vagyok az életem ura, én irányítok. Amit letettem az asztalra, az az enyém. Én értem el, megdolgoztam érte. Hát igen, csak hogy a helyzet az az, hogy az evangélium pedig úgy hangzik, hogy szeret, ezért megváltott, és kiemelt a pusztulás verméből, és ő állított a sziklára a lábadat, és ő az, aki meg akar menteni a teljes pusztulástól, ami el fog jönni a földre. Mert Isten elpusztítja a bűnös földet. A lázadó földet elpusztítja, de nem akar vele együtt téged is elpusztítani. Na ez az evangélium. Így lesz teljessé az a mondat, hogy Isten szeret.
Mi a legtöbbször az evangéliumnak azt a részét érzékeljük, amit Jézus mond, amikor feláll a názáreti zsinagógában, és a következőt mondja. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ez az evangélium, igaz? Na ez már így ismerősebben cseng a fülünknek. Ez az evangélium egészen addig, amíg tart az Úr kedves esztendeje, a kegyelem időszaka. Egészen addig ez az evangélium. Vak vagy, nem látod, hogy merre tovább? Gyere Jézushoz, mert azért jött, hogy szabadulást hirdessen. Fogoly vagy a saját bűneidtől, nem bírsz kikeveredni a függőségedből, nem tudsz túljutni azon, amiben vagy évek óta. Gyere, Jézus szabadulást kínál neked. Megkínzottnak érzed magad, mert méltatlanul bántak veled a szüleid, mert olyant engedett meg magának az apád vagy az anyád, amiben még belegondolni is rossz. Megkínzottnak érzed magad, mert úgy viselkednek veled folyamatosan a munkahelyeden, hogy az már elviselhetetlen? Gyere, Jézus azért jött, hogy szabadulást hirdessen. Mert most van az Úr kedves esztendeje. Most. Egészen addig a napig, amíg az angyal el nem indul ott az ég közepén, és meg nem hirdeti, hogy az örök evangélium az az, hogy féljétek az Istent. Mert aki az Úr kedves esztendejében nem jut el addig, hogy Isten az Isten. Sőt, aki nem jut el addig, hogy a feltámadott názáreti Jézus Krisztus az életünknek az Istene, annak meg kell hirdetni a visszaszámlálást. Meg kell hirdetni a számára, hogy most következik a kegyelem végének, a kegyelem esztendejének a vége. Hát ezt hirdeti az angyal. És ezzel nagyon fontos tisztában lennünk nekünk is. Mivel emberek vagyunk, és megváltott bűnösök vagyunk, ezért a szívünk hajlik a megváltott bűnösök felé, és ez így van jól. Másképpen, hogyha érzéketlen a szívünk, akkor soha nem leszünk képesek belehelyezkedni azoknak a helyzetébe, akik még nem nyertek megváltást a bűneikből. De a valóság az, hogy mindaz, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az a folyamatos lázadásnak az állapotában van. És annak meg kell hirdetni, hogy az idő fogy. Különösen egy olyan kultúrában, aminek az osztály részesei vagyunk. Igaz, hogy most Isten megengedte, hogy meginogjanak a világunknak az alapjai, és évek óta egy folyamatos bizonytalanságban élünk, de azért ezt a nyugati embert mégiscsak az jellemzi, hogy rendben van az élete. Nem érezzük annyira a valóságban, nincs húsvér tapasztalatunk arról, hogy Isten nélkül végünk van. Pedig Isten nélkül végünk van. Azt hirdeti az angyal, hogy féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Ez az üzenet azok felé, az emberek felé hangzik majd, akik úgy döntenek, hogy bár hallották valamikor Krisztus követőinek az üzenetét, az számukra nem fontos. Ami igazán fontos, az a saját jólétük, meggazdagodásuk és prosperitásuk. Hiszen az előző fejezetet úgy zártuk, hogy felemelkedik a fenevad, az Antikrisztus, a káoszból, és szabadulást hirdet, és mindehhez világméretű hatalommal fog rendelkezni. És felkínálja a hamis próféta, hogyha valaki magára veszi a fenevad bélyegét,
az kereskedhet, adhat, vehet, az maradhat benne a mindennapi életnek a gazdasági és társadalmi körforgásában. Értitek ennek a jelentőségét? Eljön majd az a nap, megéljük vagy sem, ezt nem tudom, de eljön az a nap, amikor Krisztus követői, akik azt mondják, hogy az én Uram a názáreti Jézus Krisztus, azoknak egy szemvillanás alatt tiltják le a bankkártyáját, azokat nem engedik be a boltba, azokat kizárják a társadalmi érintkezésnek a klasszikus helyeiről. Hát ezt nem mindenki meri, és nem mindenki akarja majd kockáztatni. Mert itt a Földön nem látható még a láthatatlan mennyei valóság. És ezért hirdeti az angyal ezeknek az embereknek, hogy ne ezt keressétek, hogy rossz úton jártok, hogy most még van idő arra, hogy visszautasítsátok a fenevad bélyegét, hogy most még van idő arra, hogy inkább válasszátok Krisztussal együtt a szenvedést, mint ennek a világnak a dicsőségét. Úgyhogy a mi evangélium hirdetésünkhöz ennek is hozzá kell tartoznia. Mert a valóság az, hogy ez a világ el fog múlni. Úgy jellemzi ez a néhány vers, amit mindjárt olvasni fogunk, a mi világunkat, mint a nagy Babilont. Babilon a fogságnak a helye. Babilonba vitték az Isten népét fogságra, ahol egy ideig fogságban kellett lenniük. Büntetésképpen. Ez a világ a nagy Babilon, ahol egy ideig fogságban vagyunk, de aztán az Úr hozza a szabadulást. Ezt olvastuk. Egy második angyal követte őt, aki így szólt. Elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Némi magyarázatot fűznék ehhez. Paráznaság borához, meg visszatérve ahhoz, hogy mit jelent, hogy a 144 ezer azok szüzek voltak, akik nőkkel nem szennyezték be magukat. Önmagában a mi fülünknek már ez egy teljesen intoleráns kijelentés. Mi az, hogy nőkkel nem szennyezték be magukat? Szeretnék megnyugtatni minden kedves nőtestvért, hogy nincsen semmi gond. Arról van szó, hogy az Istentől elszakadt állapotot a Biblia paráznaságnak nevezi. Az Istennel kötött, az ember és Isten között köttetett, leginkább a házassági szövetséghez hasonló szövetségből az ember kilépett, és más dolgokat kezdett el Istenként imádni. Ezt jelenti a paráznaság a Bibliában. És hát természetesen ennek a fizikai, valóságos házasság törés, a paráznasság is az egyik megjelenési formája. Azt mondja János, hogy a világunkat alapvetően ez jellemzi. Megkínál a gyönyörű, csábító, szemet gyönyörködtető nő, vagy a fes, gyönyörű, kifogástalan ruhába öltözött, jó illatú, sármos férfi megkínál egy pohár borral. És érzed a tagjaidban, hogy oda akarom adni magamat neki. Hogyha valaki férfiból van, akkor tudja, hogy miről beszélek. Ha valaki nőből van, az is tudja, miről beszélek. Tudjátok, hogy megy ez. Amikor úgy érzed, hogy én nagyon szeretem a feleségemet, oda vagyok a férjemért, de az, amit most látok, az, amit tapasztalok, és az, amit kínál nekem az, aki velem szemben áll, az azért most mindent oda tudnék adni. Ez a bűn. Ez az a vadállat, ami ott áll az ajtók előtt. Ez az, amiről arról beszél már Káinnak az Úr, hogy a bűn ott áll az ajtód előtt, és rád van vágyódása.
Ez az. Ez a világnak a szellemisége. Ez a nagy Babilon. Azzal kínál meg állandóan, hogy gyere, gyere. A hetedik példabeszédben olvasunk ennek a dinamikájáról. Ezt hadd olvassam fel nektek, hogy együtt sajduljon bele a szívünk, hogy mennyire igaz ez, hogy hogy működik a kísértésnek a dinamikája. Azt mondja. Mert házamnak az ablakán a rácson kinéztem, és láttam a tapasztalatlanok között, észrevettem a fiúk között egy esztelen ifjút. Az utcán járkált egy utcasarkon, és megindult a ház felé, esti alkonyatkor a sötét éjszaka közepén. Egyszer csak egy asszony termett előtte, parázna nőnek öltözve, csalfa szívvel. Fecseg az ilyen és féktelen, lábai nem nyughatnak otthon. Hol az utcán, hol a tereken van, és minden sarkon leselkedik. A nő megragadta, megcsókolta, és szemtelen képpel így szólt hozzá. Béke áldozatot kellett bemutatnom, ma teljesítettem fogadalmaimat. Azért jöttem ki eléd, hogy megkeresselek téged, és rád találtam. Terítőket terítettem fekhelyemre, egyiptomi színes szőtteseket. Illatossá tettem heverőmet mirhával, aloéval és fahéjjal. Jöjj, ittasodjunk meg a gyönyörtől reggelig, élvezzük a szerelmet. Mert nincs itthon a férjem, messze útra ment, a pénzes zacskót is magával vitte, csak hol töltekor érkezik haza. Félelmetes, nem? Mennyire csodálatosan lefesti a kísértésnek, a bűnnek és a bűnbeesésnek a borzalmát ez a néhány ige. Hát ez a nagy Babilonnak a szellemisége. Hogy azt mondja, hogy van Istennek egy értékrendje, ami azt mondja, hogy örülj ifjúkorodban elvett feleségednek, és legyél hozzá hűséges. Ez a házasság szövetsége. És ehhez képest a nagy Babilon, ennek a világnak az ura, a szellemisége, az pedig azt mondja, hogy gyere, senki nem fogja megtudni, gyere. Itt vannak a finom illattal beszőtt szőttesek, beparfümöztem magam, csak rád várok, küldöm neked a messengeren a képet, egy kicsit leveszem a vállamról a ruhát, egy kicsit olyan pózban ülök, hogy csorogni kezdjen a nyálad. Ez a nagy Babilon! Ez a nagy Babilon! Jöjj, ittasodjunk meg a szerelemtől reggelig! A férjem még a pénzt is magával vitte, az összeset biztos, hogy nem jön haza holnap reggelig. Ez a nagy Babilon! Csak nem arra hív, hogy tölts el egy pásztorórát valakivel, hanem arra hív, hogy azt az Istent, azt nem érdemes komolyan venni. Kínálok én neked jobbat, szebbet, illatosabbat, kívánatosabbat, olyat, amire igazán vágysz. Ez a tragédiája, amire igazán vágysz. Minden ott van. És ez az angyal azt hirdeti meg, hogy elesett, elesett a nagy Babilon. Ennek vége lesz. Ennek a világkorszaknak vége lesz. Ami azt gondolja, hogy tud Istennel versenyezni, annak vége lesz. És így a vége felé járva, nehéz azt a szívünkbe befogadni, hogy akik nem fogadják el az Urat, azokra örök gyötrődés vár. De nem tudok nektek mást vagy újat mondani ahhoz képest, mint amit újból és újból ismétlek itt a jelenések könyve kapcsán. De talán megéri újra és újra ismételni, hogy a szívünk mélyén legyen, hogy ez legyen a szikla a lábunk alatt. Tanuljuk Isten gondolkodás módját. Ezért vagyunk itt minden vasárnap, ezért járunk házi csoportba, ezért olvassuk az igét otthon. Tanuljuk az ő gondolkodás módját. Meg akarjuk érteni, hogy Isten hogyan gondolkodik
igazságról. Hogyan gondolkodik Isten az igazságról? És Isten úgy gondolkodik az igazságról, hogy ő mindent megtett az emberért, mindent felkínált neki. És mégis lesznek olyanok, akiknek ennek ellenére Isten nem kell. Furcsa ezt nekünk végig gondolni, akik az életünk során egyszer azt mondtuk, hogy nekünk semmi más nem kell, csak Isten. De lesznek olyanok, akik azt mondják majd, hogy Isten nekem nem kell. Azokra pedig Isten nem fogja magát ráerőltetni, hanem azt mondja, hogy fiúk, lányok, akiben nincs meg a fiú, nincsen élet abban. A mennybe Isten nem fogja beengedni a bűnt még egyszer. Ezt vastagon alá húzom. Nem fogja még egyszer engedni Isten, hogy az, amiben most vagyunk, még egyszer megtörténjen. Ennek meg kellett történnie, hogy lássuk, mire képes a szabad akarat. Hogy szabad akaratból dicsérjük őt. De a tökéletes világban még egyszer nem engedi be a bűnt. Aki pedig nem jön a mennybe, arra a következő vár. Jelenések 14.11. Gyötrődésük füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Aki nyíltan azt mondja, hogy nekem Isten nem kell, viszont kell a sátán, kell az ő uralma, kell a pénze, kell a hatalma, kell a csillogása, kell a szépsége. Akik ezt mondják önként, azokat Isten megbünteti. És itt utalnék a szíved mélyén élő zsigeri tudásra. Ilyen pici korodtól kezdve. Tudod, hogy a gonosz elnyeri méltó büntetését. Aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az gonosz. Bármilyen joviális, bármilyen kedves, bármennyire is jó együtt lenni vele, bármilyen nagyszerű rokon, ismerős, kolléga, szomszéd, barát, bárki legyen is, aki nem vallja, hogy Jézus Úr az Isten szemében gonosz. Ezt kell megértenünk. Azt a helyet pedig, ahol Isten nélkül kell tölteni az időt, hát azt kis mértékben ismerjük. Ez. Ha lehetne, egy percig nem élnék tovább ezen a földön. Egy percig se. Pedig jó dolgok várnak rám még. Van egy gyönyörű családom, gyönyörködöm a gyerekeimben. Beégnek a retinámba azok a képek, amiket látok róluk. Ez csodálatos. De egy percig nem akarnék itt élni, mert ez a föld, ez a pokolnak az előszobája. Itt értjük meg, hogy milyen Istentől elszakadva élni. És amikor Isten minden kegyelmet és a szent lelket elveszi erről a földről, na az olyan, mint hogyha folyamatosan tűzzel égetnének. Volt már, hogy megégetted magadat, igaz? Nem kívánod sokszor azt az érzést. Nem kívánod, hogy égjen bármid is. De az Isten nélküli állapot ilyen. Azt mondja Jézus, ha megbotránkoztat téged a kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kezeddel együtt jutsz a gehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Az a hely, ahol állandóan azt érzik az emberek, mint hogyha valami bántaná őket belülről. Mint hogyha állandóan rágna valami belülről. És rág az a tudat, rágja azokat az embereket, hogy nem itt kellene lennem. Isten gonosz, nekem nem itt kellene lennem. Mert nem ismerik fel továbbra sem, hogy egyedül Jézus az út az atyához.
És ezért a vádlás és a bűntudatnak az állandó körforgása az, ami a poklot jellemzi. Vádlás és bűntudat. Nem kellene itt lennem, Isten gonosz, kizárt engem, de én meg olyan hülye vagyok. Nincsen nyugalmuk. Gondoljatok arra, mivel kezdtük ma az Isten tiszteletet. Istennél nyugalom van. Ő meg akar nyugtatni. Arra a helyre akar hívni, ahol mindig nyugalom van. Ahol pedig nincsen jelen Isten, ott nincsen nyugalom. Ezzel szemben, akik az Úrban halnak meg, azokról írd meg. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. Ezzel a mottóval leginkább temetőkapukon szoktunk találkozni, de ez igazából az egyik legnagyobb bátorítás minden keresztény életére nézve. Lehet, hogy eljön az idő, amikor meg kell halni érte. Lehet, hogy nem. De a Jelenések könyve nem árul zsákba macskát, és azt mondja, hogy ha a halállal kell is szembenézned, tudd, hogy az a lehető legjobb, ami történhet veled, az Úrért. És végül, és ezzel a végére érünk, és köszönöm a türelmeteket, 16-19. Versben ezt olvastuk. A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learadták a földet. Az angyal is ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Látszólag ugyanarról a dologról van szó, lényegét tekintve mégis fontos a különbség. Az első arató, az emberfia a felhőkön, Jézus Krisztus. Learatja a gabonát, a búzát. Ezt mondja már a tanítványoknak 2000 évvel ezelőtt. Emeljétek fel a fejeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Úgyhogy először, a világ végén, eljön Jézus, és begyűjt magának minket. Összegyűjti magának az övéit, és aztán kiküldi a pusztító angyalt, és az leszüreteli a szőlőt. Isten soha nem véd hibát. Isten nem fogja elszámolni a megváltottaknak a számát. Isten nem fogja félrenézni, hogy ki az, aki kimarad. Először begyűjti az övéit erről a világról, magához vesz minket, és aztán megítéri a földet pusztulással. Az 1200 futam, az olyan 3-400 kilométer. 3-400 kilométeren folyik a vér a lovak zablájáig, hát ez valahol itt az én állam környékén lehet, tehát olyan 1-60. Mekkora pusztítás az? 400 kilométer hosszú, 1-60 magas vér folyam. Nem akar Isten finomkodni. Azért adja ezt a tudtunkra, hogy tisztában legyünk a saját méltóságunkkal, mint Krisztus gyermekei, és hogy saját tisztában legyünk azzal a pusztulással, ami a földre vár. És hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez az, amiből ő kiemel bennünket. Amen. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy többek lehetünk most, mint amikor idejöttünk. És Atyám, köszönök neked minden egyes szívet, aki itt van ma ebben a teremben. Hálás vagyok mindenkiért, aki eljött, hogy hallgasson téged, Uram. Hálás vagyok minden egyes percért,
amikor megérintetted valakinek a szívét. Hálás vagyok azokért a felismerésekért, amiket csak mi magunk tudhatunk. Amikor elgondolkodtattál bennünket a bűneinkről, amikor megnyitottad a szemünket egy új igazságra önmagaddal kapcsolatban. Hálás vagyok azért, Uram, hogy összekötsz bennünket a te lelked által. És köszönjük, Urunk, hogy nem vonod meg tőlünk a nehezebb igéket sem, hogy kijelented, hogy mi vár erre a világra a jövőben. És köszönjük, Urunk, hogy te magadhoz emelsz, hogy ott leszünk a 144 ezer között, és új éneket fogunk énekelni, mert tudjuk, mit jelent megváltottnak lenni. És Uram, könyörgöm mindazokért, akik úgy vannak ma itt ebben a teremben, hogy még nem adták neked át az életüket. Kérlek, Atyám, szólj! Szólj az ő lelkeikhez! Kérlek, mutasd meg, Uram, hogy te visszajössz, és szeretnéd őket magadhoz venni, és nem magadtól elküldeni. Hogy van jobb, Uram, mint az a hely, ahol nincsen nyugalom. Mert mi a te nyugalmat helyére várunk. Kérünk, engedd meg, hogy ahogy járunk, kerünk az életünkben, hadd tudjuk ezt a jó hírt, az evangéliumot, hogy van megváltás, hogy van szabadulás, hogy tart még az Úr kedves esztendeje. Hadd tudjuk ezt örömmel, jó kedvel, jó szívvel elmondani mindenkinek. Kérünk, engedd meg, hogy megtérőket lássunk itt a gyülekezetben. Amen.